Ide készítettem mindent, amit be fogok most csomagolni. Ugye ezt az egyik előző videómban már láthattátok. Ez a pizsihősös szett, amiben különböző pizsihős figurák, kiegészítők kaptak helyet. És ezt egyébként ehhez rendeltük, ehhez a hatalmas nagy pizsihős autóhoz, ami tök jó, mert így szét lehet nyitni. Ugye értelemszerűen még nem bontottam ki, úgyhogy remélem, hogy működni fog és szét lehet nyitni rendesen. Elvileg ez így fog kinézni, kettő darab autó, ugye ilyen kis autó tartozott még ehhez a nagy autóhoz, és kettő darab bábú. Aztán ugye még ez a sok bábú jön hozzá, úgyhogy igazából gyakorlatilag egy egész pizsihős szett lesz így a Christophernek. Ehhez az autóhoz egyébként baromi olcsó jutottunk hozzá az Amazonon, még körülbelül egy-két hónappal ezelőtt. Talán 16 euró volt, ez egy így extra le volt árazva, és azóta sem volt ilyen olcsó, most ilyen 40-50 euró, ha jól tudom. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. Ezek a bábuk sokkal drágábbak voltak az autónál. Alapjáraton ez nem így van, de hát ugye, ha akciókat kifogsz, akkor tök jó. Aztán ezt mutattam, ezt a kis kétfejű szörnyet. Ez csodálatos, hogy tetszenek neki, de hát ha ezek tetszenek, akkor ezek tetszenek. Igazából minden állat tetszik neki, tehát így nem tesz különbséget, tényleg a dínók is ugyanúgy tetszenek neki, meg a cica, a kutya, a farmállatok, meg ezek is, neki minden állat szép, ami amúgy meg tök jó. Ez a kiskönyv, ugye ezt mutattam, és közben így nézegettem, és rájöttem, hogy ugye vannak ilyen kis dalocskák, és a dalocskáknál a hangjegyekbe vannak jelölve színenként, és ugye, ahogy itt nyomod a színeket, úgy el tudod játszani azt a kis dalocskát. Szerintem ez marha jó, ilyen kezdetleges kis zongora gyerekeknek, de nagyon-nagyon szép, és szerintem nagyon kis kreatív. Úgyhogy ennek örülök, hogy ezt megvettem. És még ez a könyvet, ez használtam, vettem egyébként. Viszont ez is nagyon-nagyon megtetszett, ez 1 euró volt. Ebben is dalocskák vannak, és képek hozzá. De nagyon-nagyon gyönyörű képek. Mici mackot amúgy is szereti, de hát ez, hogy tényleg az egyik oldala, az teljesen kép, a másik pedig dalocska, ez nagyon tetszett. Úgyhogy hát most ilyen dalos könyveket kap, ezt a kettőt még hozzá. És ezt ugye mutattam, ezt a kiskonyhához vettük, ugyanis rendeltünk szintén az Amazonról, mert a pizsihősös autót is Amazonról rendeltük. Rendeltünk az Amazonról egy kiskonyhát, ami megint csak brutál mód le volt árazva 28 euróra. Azt hiszem 20, 27 vagy 20, nem 28 volt. És ahhoz vettük ezt. Azt a kiskonyhát, azt most nem mutatom meg, majd vágok be ide képet róla, mert azt nem szedtem ki a dobozból, és nem szeretném dobozostól sem becsomagolni, hanem az úgy lesz, hogy majd összerakjuk, és akkor a fa alatt, amikor reggel kijön, meglátja a kiskonyhát. Tehát azt nem belerakjuk össze, hanem én azt már előtte este szeretném összerakni. És akkor ugye ez megy még a kiskonyhához. Na, ezeket kapja a Christopher. Ezt még majd elfelejtettem, ezt anyukáméktól kapja Christopher, Amazonon rendeltük ezt is, és ez elvileg ilyen nagy munkagép, amin van egy taru, és még mellette ilyen pici munkagépek, meg tartozékok vannak benne. Amit a Péter kap, az ugye ezt a két krémet, ezt mutattam, ezt fogom így különbe csomagolni, meg kapott egy ilyen kocsiba való Amazonos Alexát, ami így kompatibilis Alexával, és akkor így, ha jól tudom, ez arra való, hogy nem kell külön a Navival, tehát hogy a Navit így beállítgatnia, hanem hogy csak rámondja Alexára, hogy mondjuk állítsa be ezt és ezt, és akkor beállítja a navigációt, meg stb. Nem tudom pontosan, én nem értek ehhez, de elvileg ez hasznos az autóba. És emellé még így meglepetésnek rendeltem ezt, amit most egy picit megbántam, és egy picit megijedtem. Régóta szeretett volna a Péter ilyen koffert, amiben hát ilyen a háztartásban
elvégzendő munkák mellé, ugye legyenek ilyenek. Vannak neki ilyen szerszámai egyébként sok, csak nincs úgy egyben, meg így szanaszét vannak, meg külön minős, meg külön fajták, külön minőség, mit tudom én, és akkor szeretett volna egy olyat, amiben így egyben vannak. És találtam ezt az Amazonom, viszont hát nem vagyok megelégedve a minőségével, mert hogy új, de már ilyen rozsdásnak tűnik, nézzétek meg, például ez a fogó. Igen, nem tudom, ezt majd Péter megnézi, és ha úgy van, akkor visszaküldjük. A mai ablak alatt, a 17-es ablak alatt, ez a Bábor, Dr. Bábor ampulla szett volt, amiben 7 darab hialuronos ampulla van. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert hú, de csillog. Mert ezt még soha nem próbáltam, viszont már nagyon jókat hallottam róla, úgyhogy minden borul. Szóval nagyon örülök neki, hogy benne volt ez az ampulla szett. Ez a tegnapi mekrúzs, ez pedig valami álom. Ez gyönyörű, tényleg. Tegnap már többször magamra kentem, és nagyon-nagyon szép. Nagyon szép így is, és felvéve is. Nem egy tartós rúzs, mert hogyha eszel, vagy hasonló, akkor lejön, viszont nagyon kényelmes. Tényleg egyáltalán nem ragad, nem zavaró, és gyönyörű, szép színe van, úgyhogy igazából nem is értem, hogy miért nem vettem eddig meg rúst, mert tényleg nagyon jó. Érzeljétek el, hogy az elmúlt egy hetet egyedül töltöttem, ugyanis a fiúk otthon voltak, és nekem dolgoznom kellett, sajnos én elhasználtam nyáron a legtöbb szabadságom, ami pedig maradt, az pedig karácsonyra kell, hogy itthon legyek 2 ünnep között, és így nem tudtam velük hazamenni. Most ilyen 2 napra haza tudtam volna, de annyira nem szerettem volna, mert csak jobban elfáradtam volna, mint kellett volna. Volna. Szóval, hogy elfáradtam volna nagyon, és nem szerettem volna egy napot vonatozással tölteni, ezért én úgy döntöttem, hogy maradok, és kihasználom ezt az időt a pihenésre, ami persze nem jött össze,
Többek között ezért is mertem bevállalni a vlogmast, mert tudtam, hogy itt lesz egy hetem erre, és így most már látom, hogyha ez nem lett volna, ez az egy hét egyedül, akkor valószínűleg nem is tudtam volna teljesíteni a videókat, mert annyira nagyon sok időt elvett. Igazából örülök neki, hogy volt ez az egy hét, de nagyjából semmit nem tudtam pihenni, tehát ma is egész nap videózok, és remélhetőleg majd a két ünnep között kipihenem ezt az egészet. Azért is nem volt most a fiúknak, ott mutatom, a naptára nyitogatva, mert hogy nem voltak itt, és igen. És majd, hogyha visszajönnek, akkor kinyitják. Egyébként azért sikerült jó programokat csináljak, tehát nyilván dolgoztam a munkásnapokon, utána délutánonként videóztam, és hát volt egy nap, amit csak az egyik barátnőmmel töltöttem, és az nagyon-nagyon jó volt, az valami brutál gyorsan eltelt, tehát hogy így tényleg annyira jól éreztük magunkat, és olyan ritka az olyan, vagyis hát nincs is olyan, hogy ugye úgy tudjak elmenni, hogy nem nézem az órát, hogy menni kell, mert haza kell menni, és ez most nagyon jól esett, hogy volt egy nap, amikor ez így volt, és tényleg csak magamra koncentrálhattam, arra, hogy én jól éreznem magam. És aztán az azt követő nap pedig elmentünk moziba, és az is nagyon-nagyon tetszett, szóval végül is igazából jó volt, nagyon jó volt ez az egy hét egyedül, csak nagyon-nagyon hamar eltelt, és most már hiányzik a Krisztófer nagyon, tehát azért nem voltunk még ennyit egymás nélkül, így egy hetet. Holnap most már jönnek vissza, azért is merem elmondani, mert hát én nagyon beszari vagyok, úgyhogy én nagyon féltem, hogy itt egyedül vagyok itthon. Ja, de holnap már jönnek vissza, és mire ez a videó kimegy, addigra már itthon vannak, úgyhogy így már megmerem osztani veletek, hogy nem voltam itthon, vagy nem voltak ők itthon, én meg egyedül voltam itthon. Szóval itt telt az elmúlt egy hetem. Egyébként nagyon, ez a vlogmas, ez nagyon sok mindenre tanít, tehát a kitartásomat ezt mindenképp fejlesztem vele, mert sajnos nem vagyok egy kitartó alkat, viszont hát ebben a videózásban ebben magamat is meglepem néha, hogy mennyire kitartó vagyok, és mennyire igyekszem, mert amúgy sok mindent így életem során már feladtam sajnos, de ez felnőtt koromra egyébként javult, és most már azért próbálok tényleg, ha valamibe belekezdek, azt véghez is vinni. És hát ez a vlogmas, ez most próbára tesz, de most már nincs sok hátra, és szerintem menni fog, és megleszünk. Ugye volt egy videó, amit le kellett szedjek, mert ugye a hang az nem volt jó, ugyanis a kamerámval szintönkre ment. És ezt már említettem is valamelyik korábbi videóban, hogy így zúg és susog, és az utolsó pár videóra ez már annyira rossz lett, hogy élvezhetetlen lett az egész. Én ezt sajnos a vágóprogramban nem láttam ilyen, vagy nem hallottam ilyen rossznak, mint amennyire rossznak ti hallottátok. Ezért mertem kiengedni ezeket a videókat, de utólag így, amikor szólt valaki, hogy nagyon rossz, és visszanéztem a YouTube-on, tényleg nagyon rossz a susogás, úgyhogy a kamerát azt most sajnos elrakom. Nem tudom, hogy mi lesz vele, nyilván a fényképezős részének, meg a kamera részének semmi baja, csak a mikrofon az, ami nem túl jó. Úgyhogy hát azt így vlogolásra, amire egyébként vettem és szerettem volna használni, arra most már nem tudom. Így marad a telefon. Nem érzem azt, hogy be kéne ruházzak egy új kamerára ez miatt, mert őszintén megmondom, hogy annyit nem hoz ez a YouTube, hogy én most erre beruházzak. Esetleg később, de azt mondom, hogy inkább akkor már egy normális telefon, amivel rendesen tudok kamerázni. Szóval, na mindegy, majd meglátjuk. Most egy kicsit el vagyok fáradva, és azért nem vagyok olyan túlzottan kitörő örömben, meg azért is vagyok ilyen most, nem tudom, így érzem magamon is, hogy fáradt vagyok. És nem tudom azt az örömet átadni, amit amúgy eddig próbáltam, meg azt, na mindegy.
Nem baj. Majd bírnak. Az a nagy harci helyzet, hogy én akármit csinálok, akárhogy nyomkodom, akárhogy bármit is csinálok, a toll nem működik. Nem jön ki belőle fehér. Nem tudom, meddig kéne várjam, már egy ideje már így próbálom, hogy jöjjön, nem jön belőle semmi. Ez az egyik problémám. A másik pedig, hogy dupla falu az üveg. Amúgy írták is, csak valamiért én nem gondoltam, hogy ez dupla falu, de dupla falu, mert hát persze, hogy dupla falu, mivel hogy teraszajtó. És ezért ugye nem tudom konkrétan így átrajzolni, hanem van bőven távolság itt a kép és az üveg között, szóval nekem ez plusz nehézséget okozott volna, még ha működne is a toll, akkor se tudnám megcsinálni valószínűleg. Felvetette a Péter, hogy tartsam a kezembe és másoljam fel, de mint említettem, mivel hogy én nem tudok rajzolni, ezért ez az opció, ez lehetetlen. Úgyhogy most üvegfestés nélkül maradunk, ez most sajnos nem akar összejönni, sehogy se akar összejönni, nem erőltetem, ezt most hagyom, majd lehet, hogy Péter megpróbálja, hogyha hazaérnek, vagy jövő héten valamikor neki rugaszkodunk, de ennyi, ez most nem ment. Milyen szép az ég. És teljesen elolvadt a hó. Egy-egy ilyen hófoszlány van még, de egyébként teljesen elolvadt, mint látjátok. Még ott a hegyeken. Ott még fellelhető. Kíváncsi leszek amúgy, hogy esik-e most a héten hó, vagy maradunk karácsonyra hó nélkül. Megiszom a kávém. És az az utolsó estém egyedül. Eltelt az egy hetem. Nagyon durva. Nagyon hamar elment. De most már jobb beszéltem az Ába fiúkkal, most már Krisztófernek is nagyon hiányzom, úgyhogy már jó lesz, hogyha jönnek haza. Ma leginkább videót vágtam, és takarítottam. Sokat takarítottam. És közben próbáltam pihenni is, hogy ma már azért meglegyen a pihenés, ami a héten nem volt meg. Úgyhogy sok mindent nem tudtam nektek dokumentálni. Igyekeztem megcsinálni azt az üvegre festést, de hát ugye ott az nem jött össze, úgyhogy ez a nap, ez szerintem videózás szempontjából úgy katasztrófa, ahogy van, mert gyakorlatilag csak a csomagolást sikerült délelőtt felvegyem, és hát sok minden más nem csináltam, tehát tényleg a takarítás volt a pihenéssel összekötve, a kettő üti egymást, én tudom. De hogy így kicsit takarítottam, picit pihentem, kicsit takarítottam, kicsit pihentem, és így volt, ez volt a fő vonalma. Úgyhogy a videózás egy picit háttérbe szorult. Nem, ma már nem is tervezek egyébként bármit is felvenni. Még valamit főzök, de kicsit ezzel is meg vagyok lőve, mert nem tudom, mi fog kisülni belőle. A Péter azt mondta, hogy ő nem enne semmi magyarosat, mert most ezen az egy héten otthon elég volt a magyaros ételekből. Én meg ugye csirkepörköltet gondoltam főzni, hogy azt majd azt főzök nekik, de ez szerintem most akkor nem. Szóval nem tudom, hogy mit fogok így főzni. Valószínűleg, hogy valami csirkés babos ételt, mert most előkaptam egy kukoricabab konzervet, egy paradicsom konzervet, és a csirkecombok ment vannak a hűtőbe, és ebből fogok valamit összekotyvasztani. Soha életemben nem csináltam még semmilyen hasonló ételt, de mostanában így elkezdtem ilyen főzős recepteket nézegetni, és láttam egy-két ilyen babos csirkés valamit, úgyhogy most megpróbálkozok azzal szerintem. Mondom, fogalmam sincs, mi fog kisülni belőle. Remélem, hogy nem a kukában landol, és tudok bármit is adni a fiúknak holnap, mert egyébként délelőtt dolgozom, és kb. Így egyszerre fogunk hazaérni. Ott szerintem egyikünknek sem lesz kedve nekiállni főzőcskézni, szóval jó lenne, hogyha ma meg tudnám csinálni, és sikerülne is, amit csinálok.
Úgyhogy igazából már ennyi a vlogmas, aztán holnap, még nem tudom, hogy mi lesz, van egy tervem, hogy milyen videó fog kikerülni, de majd úgyis meglátjátok.